Szeretettel köszöntöm kedves közönségünket és vendégeinket a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozata élő folyóirata második év folyamának hatodik, egyben idén utolsó irodalmi estjén Bíró Gergely vagyok. Ma este az irodalmi tagozat által 2015-ben alapított könyvdíjak átadó ünnepségére gyűltünk össze. Külön is köszöntöm az irodalmi tagozat könyvdíjainak nyerteseit, Fekete Vince, Száraz Miklós György és Szentmártoni János József Attila díjas írót, költőt. Köszöntöm estünk további szereplőit is. Ág István Kossuth díjas költőt, Ferdinandi György József Attila és Arany János díjas írót és Filip Tamás Budapestér díjas költőt, akik a díjazott köteteket méltatják majd. Estünkön közreműködik Széjes Imre és Lux Ádám színművész, továbbá a Duo Encanta együttes tagjai, Szlama Anna Mária és Szamosi Liza gitárművészek. Most pedig felkérem Mezei Katalin, Kossuth díjas költőt, írót, a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának vezetőjét, hogy mondja el köszöntőjét, ismertessen meg minket az irodalmi tagozat könyvdíjaival. Köszönöm szépen. Tisztelettel üdvözlök mindenkit, aki eljött a mai estünkre, elfogadta meghívásunkat. Én is külön kiemelten üdvözlöm azokat, akik idén könyvükkel ezeket a díjakat kiérdemelték. 2015 októberében alapította az irodalmi tagozat a évente kiadásra kerülő három könyvdíjat. Az egyik, a legnagyobb díj tulajdonképpen az évkönyve díj nevet viseli. A másik kettő pedig a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának könyvnívó díja. Mind a háromhoz jelentős anyagi elismerés is társul, meg nagyon szép oklevelek. Ezeket a díjakat azért alapíthattuk, mert a Magyar Művészeti Akadémia minden tagozatának lehetősége van évente ebben az összegkeretben elismerő oklevelek kiadására. És az akadémia irodalmi tagozata azt a hiányt szerette volna a maga által adományozható elismerő oklevelek kiosztásakor betölteni, ami egy idő óta mutatkozik, mióta nincs olyan elismerés, mint az év könyve díja, vagy az év könyvnívó díja. Korábban több nekifutásban is voltak ilyen díjak, most egy pár éve csak kisebb-nagyobb alkalmakkor osztanak irodalmi szervezetek vagy fesztiválok könyvdíjakat. Szeretnénk, hogyha ez hagyományá válhatna, ezek a díjak minden évben módunk lenne kiosztani őket, tehát bízunk benne, hogy a Magyar Művészeti Akadémia húzamosan a tagozatainak a rendelkezésére bocsátja azt a lehetőséget, hogy évente ilyen elismeréseket ítéljünk oda. Elmondanám még, hogy az alapítás évében 2015-ben az évkönyve díjat az Tőzsér Árpád Kossuth díjas író, felvidéki költő, író, esszéista, erről az Euforboszról beszélik című összegyűjtött verses könyve kaptam. A tavalyi könyvnívó díjakat, az egyiket szintén egy felvidéki író regénye, Mács József, az Elcsatolt vagon című könyve kapta, és a másik könyvnívó díjat szintén egy fiatal korosztályhoz tartozó prózaíró, Csender Levente, Egyszer majd el kell mondani című válogatott novellás kötete nyert el. Hát az idei díjak díjazottjai már olvashatók ezen a kiállított plakáton is, meg hát a meghívóban is szerepelt. Itt ma arra kerítünk sort majd előadó művészeink segítségével, hogy kis bemutatást is kapjanak ezek a könyvek, és aztán sor kerüljön az oklevelek átadására. Én akkor vissza is adom a szót Bíró Gergelynek, és mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Köszönöm.
Elsőként a 2016. évi könyvnívó díjak átadására kerül sor. Hallgassunk meg egy részletet Szentmártoni János Szomjúság című könyvéből Széjes Imre Jászai díjas színművész előadásában. Osztálytársa apjának temetésén sokkal többen voltak. A rokonok és barátok sokaságán túl egy rögtönzött osztálytalálkozónak is beillett, annyian sereglettek össze az egykori bandából. Mindnyájan szerették Krisz apját. Borozót és zöldségboltot vitt házuk utcafrontján. Magas, jó kiállású férfi volt, a nők kedvence. Tisztelte az utcatörvényeit, leleményes és bátor ember lévén egyéb ügyleteket is bonyolított, hogy családja semmiben se szenvedjen hiányt. Bármiről el lehetett vele beszélgetni, mindenkihez volt pár kedves szava. A lányok bizonyára szerelmesek voltak belé, a fiúk meg fölnéztek rá, s örültek, ha olykor vállon lapogatta őket. Szegényt egyszer majdnem leütötte a padlás feljárójuk ajtajában. Krisz bulit szervezett, tele volt a ház italozó hangoskodó kamaszokkal. Lent tombolt a tánc, a kertben alkalmi párok csókolóztak, de a kemény mag a padláson verődött össze, ahol babzsákokon elrejtett kis lámpák félhomályában titkos találkozókat lehetett bonyolítani, mint a Holt költők társasága című filmben. Mindnyájan már spiccesek voltak. Elhatározták, hogy szellemet idéznek. Kétes értékű könyvekből kikupálódva emlékeztek néhány szertartás dramaturgiájára. Társai körbeültek egy kis dohányzóasztalt, szemüket behunyták, asztallapon szétcsapott tenyerük kis ujjait összeérintették. Neki az volt a feladata, hogy a padlás feljárónál ügyeljen egy nagy piros cirokseprűvel, amelyel időnként háromszor koppantania kellett a padozaton, szellemek, szellemek gyertek be felkiáltással, és egy határozott mozdulattal feltépni az ajtót. Egy ilyen alkalommal majd szívszélhűdést kapott, mert amikor kirántotta a feljáró ajtaját, a lépcsőn egy sötét árnyat látott, cigaretta parazsának lidércfénye szinte beleégett a retinájába. Leütöm. Esküszöm, leütöm, kiabálta rémülten a bódultságtól felocsúdva. És már emelte is a seprűt, amikor Krisz megragadta a vállát. Ő az apám, nyugi. Elszégyelte magát, kábultan lerögyant egy sámlira, amikor a túlvilág lényeit invitáló seprőjét elejtette, az akkorát koppant, hogy attól mindnyájan összerezzentek. Utána nem győztek magyarázkodni, eldugdosni a megkezdett üvegeket. De Krisz apját, aki csak körülnézni ugrott haza, nem lehetett megvezetni. Amúgy sem kellett túl sok ész ahhoz, hogy fölmérje az ember, mibe csöppent. Ti mit csináltok? Kérdezte határozottan. S bár hangjában volt némi számonkérés és szemrehányás, ők mégis az aggódást vélték kihallani belőle, és egyfajta cinkosságot, amelyről kissé megkönnyebbültek. Anyádnak nem mondom el, de most tessék szépen összepakolni és levonulni a többiek közé. Aztán egy óra múlva kezdjen mindenki hazaszálingózni, parancsolt rá a fiára. Mindenki kiózanodott ettől a váratlan fordulattól, és egyenként letakarodtak a lépcsőn szótalan, mint egy illegális szeánsz rajta kapott szereplői. Hétfőn aztán az órák előtt nagyot röhögtek az egészen. Önkéntelenül is fölidéződött benne ez a restelni való komikus eset, amikor Krisz apjának fényképét nézte a ravatalozóban. Ugyanolyan szótlanul orlógatva vonultak a koporsó után, mint hosszú évekkel korábban a padlás lépcsőjén lefelé, betéve maguk mögött a túlvilág ajtaját, vissza a bántó, de egyértelmű csillárfénybe. Szellemet idézni sem volt kedvük többé, hát még akkor, amikor egymás apját kísérgették az utolsó úton. Tudták, nem jó bolygatni ezt az egészet. Mindenki maradjon csak a maga világában, elégedjen meg azzal, amit lát és érez. Visszahozni úgysem lehet senkit. Talán ekkor józanodtak ki végleg.
Felkérem Filip Tamás költőt a regény méltatására. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégek! Amikor az ember hozzáfog egy könyv olvasásához, öntudatlanul is keresni kezdi a kapcsolódási pontokat a saját életéhez. Szentmártoni János Szomjúság című regényének öreg írója kap egy sporttáskányi dokumentumot azzal a céllal, hogy írja meg belőle két ember életének a történetét, hogy a köddé vált költő valahogy magára ismerjen és visszajöjjön. Erről eszembe jutott, hogy én is kaptam egyszer egy naplókkal telezsúfolt vastag szatyrot, egy az élők sorából már eltávozott barátom özvegyétől. Ő nem kért semmit, csak rám bízta ezt az anyagot. Ha elmerem olvasni, és bölcsen viszonyulok hozzá, javamra lesz. Ebből az anyagból egy 1985-ben keletkezett részletet idézek, mert érteni fogják. Kimaradt sok minden, kimaradt a nyár, majd pótolom, de mikor pótolom az életem? Ez a csontig hatoló szomjúság, bocsánat a képzavarért, megidézi Szentmártoni János könyvét, ami az életszomj könyve, a meg nem élt élet iránti vágy könyve, ahogy maga a szerző is vall róla Bíró Gergelynek. Még egy idézettel muszáj előhozakodnom, hogy érzékeltessem a könyv belső magját, amely mindvégig anyaggal és energiával táplálja a szöveget. Ilias Canetti Nobel-díjas író feljegyzéseiben találtam. Akiben nincs nyílt seb, olyan, ami állandóan vérzik, azt nem tartom írónak. Megengedem, hogy büszkeségből elrejtse, ha nem akarja, hogy sajnálják, de legyen neki. Ezzel már tényleg a dolgok közepébe jutottunk. A személyiség középpontja felé fúrunk, pedig fáj, megkettőzött fájdalommal. Egyrészt maga az út, a mélybe hatoló eszköz útja is fáj, és fáj a seb is, amely eleve ott lüktet a mélyben. Senki ne szégyelje a maga történetét, szerepel a regényben. Ez a kicsit heroikus, de hiteles mondat teljességgel igaz a könyvre. Azzal kezdtem, hogy a saját életemre vonatkoztatással szoktam olvasni a könyveket. Ez nem mindig sikerül, de Szentmártoni János regénye, bár nem egy generációhoz tartozunk, erős impulzusokkal szólaltatja meg a bennem felhalmozódott emlék és tapasztalat tömeget. A világ megváltó tervekkel áthatott ifjúkor, a versekben élés annyira az enyém is, mint a regény szerzőjé. A könyvbéli költő, aki amúgy rendkívüli módon hasonlít magára a szerzőre, a verset úgy látja, mint egy erősebb létet, amelynek a közelében lenni igazabb, autentikusabb létet ad neki is. De az önsorsrontás, a szeszek, mámorok hajszolása is együtt jár a versek magas hegyén tiszta világával, amit végül mindig a világ keserűségére való rájózanodás zár. És gőg is van benne. A magunk sorsának, világszemléletünknek a kivételességébe vetett hit, vagy inkább hiedelem, amelyhez kegyetlenül kapcsolódik, hogy másokét viszont nem látjuk hitelesnek, sőt kifejezetten partikulárisnak gondoljuk. Kegyelmi pillanatokban áttörhetők a falak, átjárhatók a határok, de aztán mindig minden elválasztó kordon visszaépül, mintha a dolgok természetes rendje a magány lenne. Engedjék meg, hogy fölidézem első találkozásunkat a könyvírójával. 1998-ban történt, amely mindkettőnk életében fontos esztendő volt. Neki is, nekem is született egy lányunk. Neki az első, nekem a harmadik. És ugyanaz a kiadó, a Békés Csabai Te Van, adta ki János második kötetét és az én második kötetemet. Friss könyveink adták az apropót a beszélgetéshez, és a kiadó ösztönzésére találkoztunk egymással, ha jól emlékszem, egy közös könyvbemutató előkészítése érdekében. Mit mondjak, két nehezen megnyíló ember ült le egymással beszélgetni egy kis dunaparti vendéglő asztalához. A részletekre ennyi év távlatából nem emlékszem, csak arra, hogy az eszmecsere kissé elfogódottan indult. Hálát adok a sorsnak, hogy az eszmecsere, az egymásra figyelés azóta is megmaradt, sőt megerősödött közöttünk. Az évek múlásával annyit megéreztem, megsejtettem, hogy mélysebb vérzik ebben az emberben, ami bizonyos értelemben fogságban tartja. Ezért is örültem meg annak, amikor évekkel ezelőtt megtudtam, hogy regényt ír. Tiszta szívemből kívántam neki, még ha nem is mondtam ki, hogy képes legyen rá, hogy meg tudja nevezni, testet tudjon adni mindannak, ami egész lényét irányítja, talán még azokban a percekben is, amikor szellemesen, udvariasan és fegyelmezetten beszél irodalomról, könyvekről, számára fontos emberekről. Milyen történet és mennyire történet a Szentmártoni Jánosé? A történetről, az elmesélhetőségről kialakult vélekedéseinket a 20. századi nagy írók közül néhányan alaposan felforgatták.
Az ő narratívájuk akkor is jelen van, ha újabban megint sok a történetmondás eredeti jelentéséhez és funkciójához visszanyúló irodalmi mű születik. Szent Mártoni János könyvében ez akként érvényesül, hogy a névvel meg nem jelölt szereplők története nem lineáris, hanem körkörös, spirális, de emellett megszakítottságokkal és újrakezdésekkel tagolt történet. Nem lehet véletlen ötlet, hogy a kéziratot egyszer egy váratlan szélroham fölkapja az író asztaláról és szétszórja a kertben. Az anyaggal való küszködés így módon tényleges fizikai formát is ölt, hiszen a fájós derekú öregember számára a hajolgatás, a kéziratlapok összeszedegetése nyilván komoly megterhelést jelentett. Viszont azzal, hogy az átmeneti időre elveszett kéziratlapokat vissza tudta szerezni, megerősödött benne a késztetés, hogy a vállalt feladatot elvégezze. Az olvasó sokszor érzi, hogy a szereplők, a látszólagos előrehaladás, úgy mint gyermekük megszületése, közös otthon megteremtése, házasságkötés ellenére is mindig ugyanott tartanak. Magányuk kellős közepén, ahol dideregve reménykednek abban, hogy egyszer majd megadatik számukra önmaguk és a másik megértése. És talán együtt maradnak akkor is, amikor ez bekövetkezik. Szent Mártoni könyve a görög sorstagédiákra emlékeztet, átjárja valami ismeretlen mitológikus áramlat, amely nem sodorja el a szereplőket, sőt, fölerősíti körvonalaikat, szigetvoltukat, csupa átok, áldatlanság, keresés, viaskodás démonokkal. Kétségbe esetten élek. Megrendítő, hogy mennyire tisztán fogalmaz a szerző, hogy a megvalósult állapothoz magától értetődően hozzáteszi a potencialitást. Azok is mi vagyunk, amiket nem teszünk, amiről álmodunk, amit szeretnénk. A van és a nincs tehát kéz a kézben járnak. A két kéz tartja is, marcangolja is egymást. Bizalomtalanság. Ez mindenképpen a regény egyik kulcsszava, ami egymagában egyesíti előbbi állításomat a van és a nincs gyötrelmes együttjárásáról. A könyv egységes atmoszférájához szervesen hozzátartoznak azok a jelenetek, amelyek látszólagos epizódként erősítenek rá a szereplőkről kialakult képre. Az elhagyatott gyár területén megidéződő látomásos helyzet, a nagyon is valóságos sérülésekkel, vagy a feleség gyerekkorában a cseresznyefán átélt szinte a világ végét megidéző vihar, amelyből mintha gondviselés mentette volna ki. Mindkettő a megmenekülés apoteózisa, és ezáltal sokkal fontosabb helyet kapnak a mű egészében, mint epizód jellegük indokolná. Szent Mártoni János költői regényt írt, szövege sok helyen kifejezetten metaforikus, de a történet elevenen lüktet benne, a külső és a belső utazásra egyaránt kapunk menetjegyet a szerzőtől. Az úti eszköz szerintem egyértelműen hajó, de legalábbis egy bárka. Higgyék el, érdemes részt venni ezen az utazáson, mert megvilágosodás ígérkezik, mire kiszállunk az utolsó fejezetből, amely szokatlan módon a kezdet címet viseli. Mondanom sem kell ezek után, hogy az első fejezet címe pedig az, hogy vége. Regényírót avattunk ezzel a könyvvel, de nem veszítettük el a költőt sem, ebben biztos vagyok. Elsőre talán kegyetlennek tűnő gondolattal szeretném zárni a regény méltatását, és nagyon kérem a szerzőt, bocsássa ezt meg. Én további szomjúságot kívánok Szent Mártoni Jánosnak, mert az a szomjúság, amely ilyen intenzív és emlékezetes műben nyilvánul meg, neki is a javára van. Az olvasókról nem is beszélve. Olvasóként, pályatársként nagy örömmel fogadtam, hogy a döntéshozók díjazásra méltónak találták ezt a regényt. Köszönetet mondok a felkérésért, hogy nekem jutott az a feladat, hogy méltathatom a művet. Gratulálok a szerzőnek, és további elmélyült és eredményes alkotó évtizedeket kívánok. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Most pedig felkérem Mezei Katalin tagozatvezető asszonyt, hogy adja át a díjat Szent Mártoni Jánosnak. A duó Encanta együttes két gitárművésze, Szlama Anna Mária és Szamosi Liza következik. Hallgassuk meg előadásukban egy névtelen szerző Négy madár tánc című darabját.
Az irodalmi tagozat döntése értelmében ugyancsak könyvnívó díjat kapott Száraz Miklós György Apám darabokban című regénye. Hallgassunk meg egy részletét Lux Ádám színművész előadásában. Amikor megkérdeztem apámtól, hogy besugó-e, hosszan nézett rám, mint aki nem figyel, csak a teste van ott. De a gondolatai messze járnak, a könyvében vagy a színdarabjában, amit éppen ír. Mit tudsz te a besúgókról? Kérdezte végül. Nem ér, tiltakoztam, én kérdeztem előbb. 8 vagy 9 éves lehettem. Apám felállt az íróasztaltól. Nagy darab ember volt, közel 2 méteres, hozzá a megfelelő súllyal. Kijött a szoba közepére, leült a fotelbe, cigarettára gyújtott, az állával és a tekintetével jelezte, hogy foglaljak helyet a másik fotelban. 2 csukló mozdulattal elrázta a gyufa lángját, kifújta a füstöt, a megfeketedett csonkot a hamutartóba pottyantotta, és csak aztán folytatta. Megkapod a választ, de előbb szeretném hallani, mit tudsz arról, amiről kérdezel? Kik azok a besúgók? Spiclik, mondtam, spionok, akik árulkodnak az emberről, tetves genyládák. Ne beszélj ocsmányul, lépett be a végszóra anyám. Ez nem ocsmány, mondtam. A tetves meg a genyláda, meg a köpőcsésze tárgyszerű, mert van olyan. A fasztarisznya tényleg ocsmány, mert olyan nincs, az ön célú volna. Te vagy orvos, mondd, hogy nincs igazam. Anyám, aki hetente boncolt vagy boncolásokon segédkezett, és aki fizikai undort érzett, ha ön célú trágárkodásnak volt a fültanúja, elmosolyodott. Miről van szó? Kérdezte, és leült apám dolgozó székének a sarkára. A besúgókról világosítottam fel, akik elárulják az embert. Megkérdezte tőlem, mondta apám is, de nem anyámra nézett, hanem rám, hogy én besúgó vagyok-e. Hogy kérdezhetsz ilyet apától? Nézett rám anyám, inkább csodálkozva, mint szemrehányó. Kérdezze csak, mondta apám. Inkább kérdezze, ha már egyszer eszébe jut. Rövid ideig egyikünk sem szólt, aztán megint apám kérdezett.
Kinek árulják el az embert a besúgók? És miért árulják el? Mert téglák. De miért téglák? Mit gondolsz, miért? Nem tudom. Akkor azt mondd, hogy miért árulják el az embereket? Pénzt kapnak meg, lakást, autót. Kitől kapják ezeket? A rendőrségtől, azt hiszem. Apám elgondolkodva nézett rám. Beleszívott a cigarettájába. Figyeltem, ahogy bent tartja a füstöt. Nem szívta le mélyen, csak egy kicsit, és 2 másodpercig bent tartotta, aztán úgy eresztette ki, hogy a száján és az orrán egyszerre gomolygott elő. Honnan veszed ezt az egészet? A Pasternák Dodóék beszéltek róla. És mit beszéltek még? Azt, hogy minden ember besúgó lesz, mire felnő, hogy a gyerekek közt is van spicli, de a felnőttek mind téglák. Van olyan, aki magától, hogy pénzt kapjon. Másokat meg vernek és kínoznak. Vagy azért lesz az, hogy ne bántsák a gyerekét meg az anyját. És ha mindenki besúgó, akkor mi értelme az egésznek? Megvontam a vállamat. Rólam is el tudod képzelni, hogy besúgó vagyok? Persze. Miért? Kérdezte apám nyugodtan. Hogy megvéd anyát, mondtam, és egy kis szünet után hozzátettem, vagy engem. Mitől kéne megvédenem anyádat, vagy téged? Megint megvontam a vállam. Honnan tudjam, talán a rendőrségtől. Apám beleszívott a cigarettájába. Bent tartotta, majd kieresztette a füstöt, és engem nézett. Nem minden felnőtt besúgó, mondta végül. Nem szeretném, ha azt hinnéd, hogy minden felnőtt besúgó. Nem szeretem, hogy ilyesmiről beszélünk. Azt sem szeretem, hogy ti gyerekek ilyesmiről beszéltek, de még kevésbé szeretném, ha azt hinnéd, hogy minden ember besúgó. És akkor most válaszolok a kérdésedre is. Nem vagyok besúgó. De lennél? Hogy érted azt, hogy lennék-e? Hát ha nagyon kellene. Mi az, hogy nagyon kellene? Hát, ha kínoznának, ha áramot vezetnének a fütyitbe. Apám olyan nyugodtan nézett rám, hogy azt hitte, minden rendben van. Ártatlan voltam, mint a legtöbb szerencsés, vagy jó időben jó helyre született gyerek. Évekbe telt, mire rájöttem, hogy a valóság ritkán az, aminek látszik. Nem szívesen lennék. De lennél? Apám hallgatott, aztán azt mondta. Nem tudom. A válasza nem elégített ki. Értem sem? Vagy anyáért? Engem hagyjatok ki ebből, pattant fel anyám dühösen, de nem futamodott meg, nem hagyott minket magunkra, hanem apám cigarettás dobozáért nyúlt. Kipöckölt egy szál mezitlábas szimfóniát a dobozából, végig sercintette a gyufát a skatulya oldalán, és rágyújtott. Mégis hogy képzeled ezt? Áramot vezetni valakinek a fütyijébe, honnan tudsz te ilyenekről? Ledobta a gyufás dobozt a dohányzó asztalkára, és tudtam, hogy most indulatában teszi. Nem azért, amiért máskor, mert szereti hallani a hangját, azt a semmihez sem hasonlító kemény és végérvényes csörrenést, amivel a vékony falemezkékből készített skatulya benne a sok fapálcikával odacsapódik. A gyufásdoboz címkéjén egy kövér disznó vigyorgott elégedetten. Körötte a felirat arra hívta fel a gyufa használóinak figyelmét, hogy a szerződéses hízlalás anyagi biztonságot jelent. Felkérem Ferdinandi Györgyöt, mondja el laudációját Száraz Miklós György könyvnívó díjat nyert regényéről. Azt talán mondanom sem kell, örömmel vettem tudomásul, hogy egyik 2016-os nívódíját Száraz Miklós György Apám darabokban című regényének ítélte a Magyar Művészeti Akadémia. Be kell azonban vallanom a felkérés, hogy én az amatőr laudáljam ezt az impózáns regényt, megrémített.
hiszen én tépelődtem, még a laudáció pontos műfai meghatározását sem ismerem. Elózs, dicséret, mondja róla házi bibliám a kis Larus. Akadémiai emlékbeszéd, professzorom Eckhart Sándor szerint, ám ez ellen gondolom maga a díjazott is tiltakozna, hiszen Száraz Miklós György minnyájunk szerencséjére fiatalon és egészségesen itt él velünk. Elvetem tehát ezt a definíciót is, csak úgy, mint a dicsőítő beszédhez hasonló felsőfokokat. Annál is inkább, mert én ma itt egy olyan íróról beszélek, akit megismertetni és megértetni minden méltatásnál fontosabb. Száraz Miklós Györgynek 1997 és 2016 között, tehát 20 év leforgás alatt, fél tucat regénye látott napvilágot. Egyik másik több kiadásban. Az olvasók tehát kezdik felfedezni maguknak a Száraz műhelyéből kikerülő különös, rendhagyó történeteket. De vajon felfedezte-e őket a szakma? A minden újra fogékony szegedi maszákféle irodalmak történetében még csak említésre sem kerül írónk neve. Ami engem illet, jó magam is csak későn a Magyar Napló kiadásában megjelent 2014-es év novelláiban fedeztem fel Száraznak a Vak Jósnő című írását. Ez az Elpatkolsz szíve, mint a pinty kötetének első sornyító novellája is. Utána egymást követik, mint akkor írtam, a hátborzongató, félelmetes fantáziák, egy csapongó képzelet szülöttei. Először úgy írtam, szörny szülöttei, aztán azt, hogy szörny, azt kihagytam. Irodalmunkban szokatlan ez a hang. Sokszor még a vájtfülű olvasó sem tud mihez kezdeni. Száraz szeret a távoli múltban kutakodni, idegen népek között, ismeretlen földrészeken. Mintha a mi köldöknéző provincializmusunkat próbálná lerázni magáról. Eredményesen. Írásművészete rejtélyes, enigmatikus és mégsem érthetetlen. Visszafelé járja a táncot, mondja valakiről, aki azt állítja, hogy megölte az egyetlen lényt, akit szeretett. Az olvasó lassan megérti, hogy a történet nem fantázia. Az elbeszélő jegyesét valamikor réges-régen megölteik. Ő pedig azóta is egy ócska kocsma sarkában motyogja tovább ezt az eszeveszett történetet. Valami ilyesféle mesemondó a mi emberünk. Így fejezem be a régi recenziót. Kár, hogy mi nem csípjük, nem mindig értjük az ilyen rendhagyó történeteket. Azt mondtam, idegen népek között, ismeretlen földrészeken. De ne értsük félre. Szerzőnk nem valamiféle egzotikummal traktálja a nosztalgiázó olvasót. Nála magyarabb írót keveset ismerek. Egy másik regénye, a 2001-es Lovak a ködben, egy felvidéki kislány története, aki útnak indul, hogy felfedezze az anyaországot, és aki, immár felnőtté válva, egy magyar bildungsroman hősnőjeként tér haza. Figyeljük meg, mint majdnem minden művében, Száraz kívülről lát és láttat minket. Ha ez egyáltalán lehetséges, egyszerre érzelmesen és tárgyilagosan. Egy életérzés megfogalmazója. Hazamegyek, mondja a Lovak a ködben narrátora.
Bárhol is legyen az, ahol szeretteim és barátaim élnek, otthonomnak érzek minden helyet. Ám az Ezüst macska 1997-es regénye mégiscsak egyetlen város, az imádott Selmecbánya története. Ezen a ponton elmondom két szerintem fontos észrevételemet. Az egyik, hogyan nem, írónk érintetlenül átvészelte a posztmodern korszakát. Történeteket ír. Egészben vagy darabokban idézem, hagyja, hogy a történet úgy kóvályodjon elő a ködből, mint hangya a ráfröccsent por alól. Szertelenül és elbizonytalanodva talán, de mindig élvezetesen. Másik megjegyzésem, Száraz Miklós György az egészről és az egésznek szól. Itt ezt a mondatot még majd máskor befejezem. Még akkor is, ha ebből az alapállásból nem sok előnye származik. Annyi minden esetre, hogy bátran minden öncenzúra nélkül kimondhatja nem csak a tiltott, a politikáli inkorrekt szavakat, de mindent, amiről mi többiek óvatosan hallgatunk. Idézem. Én még a románok történelmét is szeretném megismertetni a gyerekeimmel, mondja egy fiatal tanárnő, hogy ne szőrös talpúzzanak, miközben nem tudják, mi az, hogy Székelyföld, mi az, hogy Kolozsvár. Legyenek tisztában azzal, hogy a határainkon túl milliók élnek. Magyarok. Tudom, hogy semmit visszacsinálni nem lehet. De azt talán el lehetne érni, hogy ezek a milliók magyar iskolákban, magyar nyelven tanuljanak. Hogy ne akarják minden áron megalázni, megfélemlíteni, beolvasztani, elüldözni, kicsinálni őket. Utólag könnyű kijelenteni, hogy egy író művében mi a csúcs. Én ezt az apám darabokban mai díjnyertes regényéről nem merném ex katedra kijelenteni. Már csak azért sem, mert ettől az ifjú szerzőtől elvárjuk, hogy remélhetőleg hosszú és eredményes pályafutása alatt még sokszor felül fogja múlni önmagát. Mégis, mi az, amit ma itt tartunk a kezünkben? Cirkusz regényt? Ügynök regényt? Szerelem regényt? 56-os regényt? Nem én, a fülszöveg teszi fel ezeket a kérdéseket. Levél és napló regényt minden bizonnyal. Apakönyvet mondanám, ha nem csépeltük volna annyira el ezt a meghatározást. Apakönyvet az édesanyának. Vagy egyszerre mindezt? Dönts el az olvasó. Száraz Miklós György regényéről ezentúl úgyis csak az olvasó beszélhet. Az arra legilletékesebb. Egy utolsó megjegyzés, amit még kéretlen provokátor és felkért méltató megkockáztatok. A mi irodalmi életünkből nem a nagyművek hiányoznak, hanem sokkal inkább az önismeret. A képesség arra, hogy felismerjük a szemünk láttára születő remek műveket. Nem a nyugati mintákat majmoló utánérzéseket, mi szükségük lenne ezekre a világnak, hanem az olyan történeteket, amelyeket csak mi tudunk megírni itt, a Kárpát-medence alacsony égboltja alatt. Mindazt, amit nekünk kell elmondanunk a nagyvilág szerencsésebb népeinek. Ezekről ne vennénk tudomást? Szerencsére van példánk az ellenkezőjére is, és ennek vagyunk ma itt tanúi. Az apám darabokbannal egy ilyen értékes művet díjaz a Magyar Művészeti Akadémia. Száraz Miklós György megírta az új évezred egyik első magyar nagyregényét. Megtiszteltetés, hogy az akadémia díját én méltathatom.
Felkérem Mezei Katalin tagozatvezető asszonyt, hogy adja át a díjat Száraz Miklós Györgynek. Ismét a Duo Encanta együttes két gitárművésze következik, Szlama Anna Mária és Szamosi Liza, Johann Sebastian Bach G-moll francia szvittjét adja elő gitár átiratban. Most pedig az évkönyve díjas kötetből Fekete Vince Vak Visszhang válogatott és új versek című könyvéből következik öt vers
Széjes Imre és Lux Ádám színművészek előadásában. Fekete Vince, kérdés. In memoriam Kosztolányi. Ó, milyen tűz és mi igézet, hogy ezer kérdés tűje éget, nem hagyva el, már nem engedve, szurkálva reggel s estelente. Napjaink sok-sok szeletéből mögöttünk omlik, s újra épül minden. Valaki rakja, bontja, s már csak a romja, csak a csonkja. Fortyogó pokolbeli savval ezer kérdés, akár a sav mar. Szellő mozduljon a hajnal, rózsaújjal és puha talppal, jég alá zárt, fagyott eret, újat mozdít, kart és kezet, s a házakra fénye ráhull, fákra és füvekre is ráfúj. Bepillant még akár a kukta, a résekbe és zegzugokba, lángra lobbant, pocsolyát, sarat, lengő párát, bukó madarat. Olyan most a város szegélye, mint az égő sistergő kéve, mit maga után hagyott Isten, hogy felgyújtson, majd elégessen. S mint egy leplet, mi szakad, nyúlik, rántja le a földről a túlit. Veszítni tám nincs is egyebe, csak ami volt, tegnap szemete, csak ez van neki, csak az este, csak a lelke, és csak a teste. S reggel, mint egy villanás, tűnő perc, szétzengő cikkanás, kéken derengő félhomály van fenn az égben, a sok-sok házban. És a lelkek megbabonázva, billanyozva, majd zabolázva, valami zúg, majd beléjük ásít, előttük rajtuk átcikázik, átzeng, mint húrom a dallam, furcsa, cikcakkozó alakban. S szétfoly legbelül, mint a méreg, s már áztatják sejtelmes fények, minden porcikát, minden sejted, és nem engednek, s nem felejted. Ismerős a helyzet, belátom. Az égre nézel hát, barátom, és nem bál van ott, nem szól zene, az égen túl csak a semmi se. Üres termek, lengő ablakok, ördögök, lebegő angyalok, stán maga a nagybetűs sátán, pecséttel a homlokán, a hátán. Tejút, és zene, és vigalom, vagy csak jaj, és csak a síralom. Kénbűztán, és szikra sok, sajna ez sem, azt sem tudhatod. Ó, milyen tűz és mi igézet, így ezer kérdés tűje éget, nem hagyva el, már nem engedve, szurkálva, reggel s estelente. A napok megannyi szeletéből mögöttünk omlik, s újra épül minden. Valaki rakja, bontja, s már csak a romja, csak a csonkja. Fortyogó pokolbéli savval meg annyi kérdés, mint a sav mar. És akik élnek, akik vannak, s akik rég a fű alatt laknak, dideregve, ha rejád lelnek, hogy nem felelnek, úgy felelnek, mert nem felelnek, úgy felelnek. Fekete Vince, széjegyzetek. Dzsida Jenő 10 parancsolat című versciklusának hiányzó darabjai. 5. A vándor. Mint orvul leső sanda gyilkos, félárnyékos sikátorokban, bő éves hilbakol agyadban egy titkos vírusölő program, míg apró gócok és léziók pulzálnak némán ellenedre, csomozzák tán, kötik az időd, majd békjót szorítnak kezedre. Hát mi szívszaggatóbb vajon e földön, mint mi semmivé lesz, ami nem juthat már el soha valódi végkifejletéhez. Recsen, majd széttörik középen,
s lebegsz sötét tengerfenéken. Fekszel sötét tengerfenéken. Hetedik, az utazó. Egy apró hullám vagy csupán a rettentő, a tajtékos éjben. Egy piciny hullám pusztán a hullámzó örök belsejében. Kiemelkedsz, majd vissza is hulsz, s egy csepp a millióból talán, ha tudja, hogy születtél, éltél, szerettél, és voltál egyáltalán. Százezer nap, százezer éjjel lesz még, és lesz százezer álom, meg annyi kérdés és felelet, százezer folt, meg annyi hiányon, melynek értelmét nem találod. Melynek értelmét nem találom. Jaj, életem, és jaj, halálom. Kilencedik, a földműves. Magadban percek örömét gyűjtsd, reggelek fényét s a délporát, tavaszi füvek zsengeségét és nyarak parázsló bíborát. Örülj annak, ha újra virradt, és ha lenyugszik este a nap, s köszönt nekik, hogy simogattak a levegő, eső, sugarak. Köszönd az égnek és a földnek, hogy itt lehettél a nap alatt, étket adtak, s inni néked a föld, a víz és a madarak. S mert hosszabb, rövidebb időre mégis jó ez, e földön lenned. Tiéd marad már mindörökre, amit szemed magába rejtett. Egy élet háza, láza, tükre, veled marad már mindörökre. Tiéd marad már mindörökre. Két tompafényű lobbanás. Nem elég ez a röpke idő fölfedezni, meg annyi emberöltő sem volna tán elég igazából megérteni, hogy ez az idő, amíg itt vagyunk, itt lehetünk, amíg paskolja arcunk az eső, fújja a szél, zavarja szemünk a nap, és sérti a hófény, és a hegyek és a házak, vagy a városok, dombok és vizek, amelyek körülvesznek akár egy pittypangot a szélbe szórva, mindez csupán azért van, azért ez a tömbháznyi világ, hogy majd valahol becsöngethessem, és felkattintsák a villanyt, és beengedjék a jó meleg szobába. Mert a halál, a halálunk, a születésünk csak két tompafényű lobbanás az állandó égzengésben. Egyetlen ajtónyitás és ajtócsukás, amely egészbe fogja össze majd, ami ön volt, és ami én. Egy hajó barázdái. A földön ültünk a parton. Úgy látszott, mintha csak az apró kápolna mögül emelkedne ki a nap. Egy kavicsot szorongatott a kezében. Aztán eldobta, mintha nehéz súlyt lökne el magától. Aztán újra lehajolt, csillogó homokot markolt föl, ami lassan szétfolyt, kipörgött az ujjai között. Az eget néztük, a napot, ami most vörösen bújt ki a hegyek közül. Kezdett erőre kapni a pitymallat, dér csillogott a füveken. Amire rákészültem, persze bekövetkezett. Bekövetkezett furcsán, egyszerűen. Léptei alatt ropogtak a hóharmat dermesztette fűszálak. Mint aki égő gyertyát helyezett egy töklámpás kikapart belébe, s nézi, nézi, ahogy távolodik, a kivilágított száját, orrát, szemeit. Elindultam ki a városból, a hegyek a tó felé. Látni akartam a helyet, ahol megismertem. Nyomomba szegődött egy autó, később az is elmaradt.
Aztán egyszer csak meg kellett állnom, mert az útnak előttem nyoma sem maradt. Visszafordultam, de az út már ott sem volt sehol. Mindenütt fák, bokrok, sűrű cserjék. Mint a hullámok, úgy csaptak össze mögöttem. Mint a hullámok, amikor egy hajó elhalad, és egybe mossák annak barázdáit. Nem engedni el a fohászt. Azt hittem, hogy végképp ott maradok. Ott, ahol tulajdonképpen addig is éltem. Valami azt súgta, talán. Valami azt súgta, mégsem. Lehet, csak a félelem volt. A félelem, hogy nincsen más. Az udvar, a kert, a falu, a falvak, a környező hegyek, erdők, s felül egy zsebkendőnyi szürke égdarab. Naplemente. Az alkonyatnak a fákra mázolt színei, amikor az épületek fala sárgás lesz, az udvar porondja pedig megbarnul. S az ég már, azt hiszed, nem lesz soha többé csillagos. Aztán a telehold vörösen bújik ki a dombok mögül, lázas szemhéjak, suhogó paplanok, apró házak tetői, fellegek, éjszakák, nappalok. Róttam az utcákat, az anyajonnyi dombocska hajlatában fölfelé kapaszkodó keskeny utcácskákat. Jártam a behajló fák között, ahol a lehelettel érinteni lehet az almákat, majd a havat, aztán a rügyeket és a virágszirmokat. Este aztán, sötétedés után, az udvar kopott járdalapjain végig és vissza, és megint. És megint, és megint. Kezem nem engedte el a fohászt. Mint egyetlen szálon, az utolsón, lebegve jártam. Felkérem tisztelettel Ág István költőt, hogy mondja el a laudációját. Mivel a évkönyve díjat kapott kötet válogatott, ezért ha én a kötetről szólok, akkor Vince, Fekete Vince költészetéről is szólok. Fekete Vince nemzedékét 20-25 évesen érte a romániai rendszerváltozás. És mint a szerencse gyermekei, kezdték pályájukat a megalázott, sok testi lelki kint elszenvedett elődeik után, újat akartak ellenükben is. Más nyelven kellett megszólalniuk, szabadon, szabad szájjal, még a nyelvi salakot is költészetre érdemesítve. Vagányok voltak és kegyetlenek, mint a kilakoltatottak, ironikusak, a hagyományos értékek felől nihilistának tetszettek. Első sorban a posztmodernhez mérték ízlésüket, s Fekete Vince első két könyve is magán viseli az irányzat jegyeit. Vak visszhang című válogatott kötetébe inkább mutatóba vett át abból az időből verseket. Ám miután magára találva felszabadult, azzal a modern nyelvvel, struktúrával él tovább, mikor alapvető emberi dolgokat, mindennapi létezést, szerelmet, betegséget és halált foglal költeményeibe, és a természetet és a székelységet élte át, mint olyan modern költő, akinek népe és földje van, és Isten kezébe teszi a sorsát. Mi lehetett a látványos változás oka? Úgy érzem, az emberi sorsok megrendítő hatása,
a szerelem csodálatos döbbenete, s az a katarzis, amely érzelmekhez fordította költészetét. Empatikussá lett, és szüksége volt annak kimondására, s mikor embertársai helyzetéből teremti költeményét, akkor az ő arcukban nézi meg, és mossa meg arcát. Amikor megtalálta önmagát a verseiben, a verseket sugárzás, az igazi nagyköltészetre jellemző aura vette körül. Fölért arra a határra, amin túl már nem érvényesülnek idegen izmusok, stílusirányok, csak az egyéniség belső kényszere. Még akkor is, ha a posztmodern építkezés verseiben fölfedezhető. Kosztolányi hajnali részegsége és az ének a semmiről úgy vetül át a kérdésszímű versen, akár valami régi film az újjal egyesülve. A távolodó címűn Berzsenyi közelítő telehat át, mert a tél közelettét már nem lehet egy az egyben megírni, pedig ugyanaz a környezete, s ugyanazt a veszteséget hozza az elmúló szerelemben. Az elmúlót a közeledőben. A nyugat nagy alföldi költői, Juhász Gyula és Kosztolányi, s az erdélyi Dzsida Jenő bánatának felhajtó ereje emeli a film című nagy terhekkel könnyedén bánó verset, mint ha valami hanyag lelkület hozná létre, pedig az ének a semmiről minden mindegy szomorúsága hatja át. Ennél viszont nyomasztóbb Nagy László menyegzőjének parafrázisa a hőkamera. A székely lakodalom elvesztve minden etnográfikus mentségét, ordenáré murivá fajul, Nagy László még menti az új párt, tengerhez fordítja. Itt állunk párban összeesküdve örökre a jóra, igazra gyönyörűségre. Ebben a másik lakodalomban az új pár a kultúrát színpada előtt ül, hátal a zenekarnak, az evés-ivás, paráználkodás, a mennyasszony tánc nagy nászajándék vetélkedése centrumában. Az üllött csújgatások majdnem kitöltik az egész nyelvi közeget. Miközben a pokol valamelyik bugyrába jártunk, nem felejtjük el, Fekete Vince a szeretet poétikáját műveli. Még olyan naturalista nyíltsággal is, de egyértelműen azokban a ciklusokban, ahol a létezés drámáját és tragédiáját mormolja olyan halkan, hogy a feszültség alatt a robbanás közelségét érzékeljük a természeti környezetben. És megállapíthatjuk, mostanában milyen ritka és milyen nagyszerű természeti költészetet művel ő. Ezt igazán akkor fogtam föl, mikor végigvezetett teritoriumán Csíkszeredától Kézdivásárhelyig, a Nyergestetőn és a Bálványoson át a Szent Tanatóig, a védett vidék és a vak visszhang ciklusok világán, ahol személyes, mégis a kívülálló szerepében mutatkozik, s egyszer s mind azt teszi varázslatossá válogatott verseinek kötetét, hogy valami titok tapad az olvasóra, kezdve a versírás titkától egészen az élet bevallhatatlan történetéig, mindennapi szóhasználattal, mégis a népnyelv komolyságát és nagy kifejező lehetőségeit kihasználó előadásban.
az imádság, a könyörgés, a hála bensőséges alázatától, a rettenetes tragédia megdöbbentően szép feloldásáig, mint ahogy az ember föloldódik végül az anyag mélységeiben. Ezek után összefoglalva mondhatom, Fekete Vince modern költészetet teremtett annélkül, hogy az örök emberi értékeket tagadta vagy mellőzte volna, és olyan kifejezési formát talált, amellyel új, szokatlan értelmet ad tartalmainak. A kötet után megjelent CT című verskompozíció olvastán végképp nyilvánvaló, mennyire meggyőző ez a teljesítmény. Mint a tárgy aprólékos rétegvizsgálata fölnagyítja a részleteket, akár tájból, akár lelki eseményből, vagy kisvárosi életből erednek. Mozaikban kapjuk a többféle változatot magába rejtő, tudatunkba összeálló egészet. Akár egy nagy szerelmi regényt is. Végül megkockáztatom a kijelentést, hogy Fekete Vince annyira hű a tájhoz, természethez, szülőföldjéhez, népéhez, hogy akár 21. századi népi írónak is mondható lehetne. Felkérem Mezei Katalin tagozatvezető asszonyt, hogy adja át a díjat Fekete Vincének. Mindannyiunk nevében szívből gratulálok a szerzőknek a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozata könyvdíjaihoz. Egyúttal pedig estünk végéhez érkeztünk. Zárásképpen szeretném megint felkérni a Duo Encanta együttes két gitárművészét, Szlama Anna Máriát és Szamosi Lizát, akik részleteket adnak elő Bartók Béla Gyermekeknek című művéből. Thank you.
Szeretném megköszönni a Duo Encanta együttes gitárművészeinek az előadást és a színművészeknek az értő megszólaltatását a műveknek. Végezetül annyit mondanék még, hogy a terem előtti asztalon ajánlom lapozzanak bele a ma díjat nyert 3 kötetbe. Lehetőség van arra is, hogy a szerzőkkel dedikáltassák, ne menjenek el haza ma könyvek nélkül. További szép estét kívánok, viszontlátásra! Thank you.